Amikor a zenről beszéltem, azt a meredek megállapítást kockáztattam meg, hogy ez a meditációs módszer és az általa elért szatori megvilágosodás démoni utánzata a keresztény misztikának. Szeretném elhatárolni magamat az esetleges félreértéstől, ami elég könnyen felléphet, mind a zen hívei, mind a zen ellenzői részéről. Sokan úgy okoskodnak, hogy ami démoni, az gonosz. Tehát azt állítottam, hogy a zen gonoszság. Ilyesmit eszem ágában sincs állítani. A démonok igen, valóban gonoszak. Igyekeznek félrevezetni az embert. Az ember azonban, aki jóhiszemű keresésében a zen útjához folyamodik, ettől még egyáltalán nem lesz gonosz. A zenmesterek jó emberek, a zen művelői becsületes keresők, s az a kísérlet, amit keresztény zennek nevezünk, keresztény szándékból született. Mégis fenntartom tételemet. A zen ugyanis lényegénél fogva elhomályosítja Isten személyességét. Helyébe egy monista hagyomány elmosódott valóság élményét teszi. A hamis istenkép pedig démoni. Az első korintusi levél 10. fejezetének 20. versében olvassuk, amit a pogányok áldoznak, azt a démonoknak áldozzák, és nem Istennek. Lássunk tehát tisztán, és ne keverjük össze a lelkek megkülönböztetését a természetes emberi értékekről alkotott véleménnyel. Emberi értékeket, kultúrértékeket bőséggel találhatunk a zen kultúrában. Megmondom őszintén, hogy a zen történeteket magam is érdeklődéssel és gyakorta nagy tetszéssel olvasom, és találkozom bennük sok olyan sajátsággal, amely önmagában egyáltalán nem démoni félrevezetés, hanem az emberi kreativitás kifejeződése. Az úgynevezett koanok sem mindenestül értelmetlenségek. Paradoxonokat, látszólagos ellentmondásokat a nyugati irodalom is alkalmaz, s ha a koant egyszerűen irodalmi dimenziójában tekintem, eszembe se jut megtagadni tőle az elismerést. Amikor Mikes Kelemen azt írja képzeletbeli nagynényének, úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem feledhetem Zágont. Ebbe a paradoxomba a száműzetés és a honvágy minden keserűségét sikerül szelid öniróniával belefoglalnia. Előttem van egy kép, amikor boldogult anyai nagymamám a televízióban méltatlankodva hallja József Attilának a következő sorát, mikor születtem, a kezemben kés volt. Mikor született, hogy lehetett a kezében kés, panaszkodott nagymama. Csakhogy a költészet a szavaknak nem csupán értelmi jelentését használja, hanem a hangulatát, asszociációs zónáit, szimbólum értékét is, amit fantáziával és intuícióval kell megragadni, nem diszkurzív gondolkodással. Ez a sor éppen paradox voltával fejezi ki szuggesztíven az embert befogadó világ könyörtelenségét. Radnóti Miklós ugyanezt így írta meg saját születéséről beszélve, kiáltottam, nem kell a világ, goromba! Ez a két versor voltak éppen ugyanazt mondja, intellektuális szinten. Ám a József Attila sor elemibb, megragadóbb, metszőbb erejű, éppen a logikai paradoxon meghökkentő hatásánál fogva. Hadd idézzek még egy példát Pilinszky Jánostól. Elgurulnak az ismeretlen csöndben, mélyen a csillagok alatt, elgurulnak, s megállanak a mozdulatlan billiárdgolyók. Mikor először olvastam ezt a strófát, beleborzongtam. Olyan erővel fejezte ki a csillagos égbolt mérhetetlen magasságát és a földi történések semmiségét. Éppen a paradoxon eszközével, amely szerint tudnilik a guruló billiárdgolyók
mozdulatlanok. Ez a jelző tágította ki a teret valami téren túli geometriává, és vitt a biliárd által képviselt prózai valóságba megilletődött áhítatot. Az ember nem sokra megy azzal, hogy megpróbálja a logikán túleső kifejezéseket logikába oldani. Ahogy annak idején Földesi Géza tette Adi költészetével, korunkban pedig Kuklai Antal Pilinszky verseivel. Ami a verset élővé teszi, az nem a logikus magyarázat, hanem a szavak varázsa, a szabad így mondani, mágiája. Persze a mágia szót ezúttal nem teológiai, hanem átvitt értelemben véve. Ez az átvitt értelem jól ismert a nyelvben. A bűbájos, elbűvölő, varázslatos kifejezéseket gyakran használjuk olyan dolgokra vagy személyekre, amelyek vagy akik érzelmi világunkat erőteljes működésbe hozzák. Ilyen lehet egy emberi arc, egy színészi alakítás, egy festmény, egy fotó, egy film, és ilyen mindenek fölött a zene. A zene sajátsága éppen az, hogy nem racionális eszközökkel dolgozik. Van persze ábrázoló zene is, amelyben fölismerjük a madárcsicsergést, a vízcsobogást, a viharzúgását, de a muzsika képes arra, hogy öntörvényű világot alkosson a hangzás erejével, az érzelmek, a fantázia, az intuíció számára fölépítse saját kozmoszát, amelynek nincs szüksége következtető gondolkodásra. Azért tartottam szükségesnek mindezt elmondani, hogy minden félreértést elkerüljünk, világossá szeretném tenni, hogy elismerem az intuitív megismerés értékét, nem szándékozom a diszkurzív gondolkodást az egyszerű lényeg megragadás fölé helyezni, csak egy nagyon szerény, egyszerű, emberi állításhoz ragaszkodom. Az embernek szüksége van a rációra. Szüksége van a következtető értelemre. Használnia kell az eszét, észnél kell lennie, és nem szabad föladnia az értelem kontrollját. Ami ellen tiltakozom, az az irracionalitás. Az ember nem csak rációból áll, és nem is képes pusztán rációval befogadni a teljes valóságot, de az ész fölötti supraracionális valóság nem irracionális. Sem József Attila, sem Pilinszky, sem Bartók nem dönti le trónusáról az értelmet. Az értelem pihenhet, de akkor is a helyén van. Ül trónusán és gyönyörködik. Egész más dolog ezzel szemben az, ha az értelmet ledöntik trónusáról és bezárják a pincébe. Ha tehát a koan csupán egy szellemes paradoxon, és nem akar megfosztani a diszkurzív gondolkodástól, élvezem, mint irodalmi alkotást. Ám a zenben a koan célja éppen az, hogy megbénítsa a diszkurzív gondolkodást. És ez az, amit nem szabad. Evangelizációs tevékenységében az egyház kész magáévá tenni a legkülönbözőbb kultúrákat. Nincs szándékában szűklátókörűen az euró-amerikai nyugati kultúrát tenni meg más kultúrák mércéjévé. Miközben azonban az evangélium beletestesül más kultúrákba, szükségszerűen át is alakítja azokat. Minden kultúrának vannak olyan elemei, amelyek alkalmasak a keresztény hit kifejezésére, de vannak olyan elemei is, amelyek nem alkalmasak. Ezért van az, amit a boldogult Vanyó professzortól tanultam, a kereszténység átvett ugyan a megtérő népektől egyes kifejezési módokat, de sohasem vett át konkrét kultuszformákat.
Ennek teológiai indoklását megtaláljuk az első korintusi levélben, a pogány kultusz szellemi kontextusa, mint láttuk, démonizált. Idézem a korintusi levél szövegét, nem ihatjátok az Úr kelyhét és a démonok kelyhét, nem lehettek részesei az Úr asztalának és a démonok asztalának. Vagyis a két kultusz nem megy együtt. Első korintusi levél, 10. fejezet, 21. vers. Tudjuk persze, hogy a zen szándéka szerint nem vallás. Nem beszél Istenről vagy istenekről, meditációs technikája nem tekinthető minden további nélkül pogány kultuszformának. Ez azonban csak fenntartásokkal igaz, mert maga Enomia LaSalle atya, a keresztény zen profétája, írja, hogy amikor tanulta a zent, rövid reggeli imával kezdődött a nap. Ám ha ettől el is tekintünk, sokkal átfogóbb numinózum vallási érték jelentkezik abban az egységben, amit a megvilágosodott személy a zenben megél. Az én egységében az univerzummal és a teljes valósággal. Ez pedig hamis numinózum. A teremtés burkolt istenítése. Nyilvánvaló, hogy a keresztény ezt a monista világnézetet nem veheti be abba a kulturális csomagba, amelyet az evangélium kifejezéséhez a japán kultúrából fölhasznál. Enomia LaSalle és sok mai teológus szerint azonban magát a meditációs technikát átveheti. Az én tézisem az, hogy azt sem veheti át. Indoklásom, a zen meditáció nem csupán intuitív, hanem észellenes. Arra irányul, hogy megszüntesse a logikus gondolkodás kontrollját a tudatban, és ezzel mesterségesen elváltozott tudatállapotot idézzen elő. Mint röviden előző előadásomban is jeleztem, a kereszténység ismer olyan elváltozott tudatállapotot, amely ellen nincs kifogása. Ez a misztikus ima, a belénk öntött szemlélődés. Ebben maga Isten ragadja meg az embert, és állítja le többé vagy kevésbé a diszkurzív gondolkodás működését. Aszerint, hogy a következtető értelem működése mennyire van kikapcsolva, a belénk öntött szemlélődésnek különböző lépcsőfokai lehetségesek, mint Avilai Szent Teréz kifejezéseivel, a nyugalmi ima, az egyesülés imája, vagy az elragadtatás. A lényeges pont az, hogy az ember a maga erejéből csak a szerzett szemlélődésig, vagy más szóval az összeszedettség imájáig tud eljutni. Nevezik úgy is, hogy természetes szemlélődés, de ez a kifejezés teológiailag nem teljesen pontos. Amennyiben az ember Isten jelenlétét tudatosítva elidőzik ebben a jelenlétben, anélkül, hogy okoskodni próbálna, előáll az összeszedettség imája, ami nem jelenti az értelmi működés gátoltságát, csak a megpihenését jelenti. Tehát nem elváltozott tudatállapot. Minden további lépés csak is maga Isten tehet meg a lélekben. Egyedül neki van hozzá joga. Ha az ember maga kezd erőlködni, hogy tovább jusson, és értelmi működését teljesen beszüntesse, nem misztikus imába fog jutni, hanem tompa ürességbe. A hiteles numinózum nem manipulálható. Maróti Lajos a Kolostor című regényében leírja saját kettétört szerzetesi hivatásának azt az élményét, amikor imádság közben szemét mereven egy pontra függesztve sajátos kellemes kábulat vett erőt rajta. Később kiábrándultan fedezte föl, hogy ez nem misztikus szemlélődés volt, hanem autohipnózis.
s hogy ezt merő technikával, imádság nélkül is bármikor képes előidézni. Ilyen tévedésbe könnyen beleeshetnek az imádkozók, főképpen, hogyha nem annyira Istent keresik, mint az ima élményt. Hallgassuk meg erről a témáról a Kármelita misztika szakértőjét és gyakorlóját, Szegi Ernő atyát. Idézet kezdődik a Belső Várkastély kapuja című könyvéből, ami az imádságról szól, amint a legértékesebb kereskedelmi cikkeknek vannak értéktelen utánzatai, amint van talmi arany, hamis gyémánt és üveggyöngy, úgy van a mámor imájának, illetve a természet fölötti szemlélődésnek is egy nem ritka hamisítványa, az autohipnózis. Az egyház történelem sokat beszél róla. Ez van gyakorlatban manapság is a szélső keleten, s Japánban magam is sokat hallottam róla. Itt közbeszólok, ő a japáni osztrák-magyar követ fiának nevelőjeként éveket töltött Japánban. Tehát személyes tapasztalata van a Távol-Keletről. Folytatom az idézetet. Szent Terézia anyánk is emlegeti, s néha igen erélyes eszközöket kellett alkalmaznia, hogy az ilyen tévedésekbe esett lelkeket kijózanítsa. Azok ugyanis szentül megvoltak arról győződve, hogy elragadtatásaik vannak. Ennek természetesen lelkileg semmi értéke nincs, sőt a legnagyobb mértékben káros. Árt mind a testi, mind a lelki egészségnek. Idézet itt bezárva. Ez, hogy mind a testi, mind a lelki egészségnek árt, ez a későbbiekben még majd erősebb kifejezésekkel is ki lesz fejezve. Avilai Szent Teréz folytonosan tiltakozik az ellen, hogy imádság közben mi magunk próbáljuk meg leállítani a gondolkodást. Vagyis önmagunkat próbáljuk a belénk öntött szemlélődés állapotába helyezni. Nem győzi hangoztatni, hogy az értelem működését egyedül Istennek van joga felfüggeszteni. Ha mi magunk tesszük, ezt veszélyes útra lépünk. Az autohipnózis kifejezést ő természetesen még nem ismeri és nem alkalmazza, 16. században élt, de pontosan leírja, miről van szó. Idézek most az ő művéből, az Alapítások könyvéből: gyakran megtörténik, hogy a lélek bizonyos fajta nyugalmi imába merül, amely valami lelki álomhoz hasonlít, és annyira elbódítja a lelket, hogyha az illető nem tudja, mi ilyenkor a tennivaló, igen sok időt veszít, kimeríti testi erejét, s mindez saját hibájából és igen kevés lelki haszonnal. Ismerek néhányat, és pedig igen erényes lelkeket, akik 7-8 órát is eltöltöttek ebben az állapotban, és azt hitték róla, hogy elragadtatás. Az ilyenek, ha nem igyekeznek ezen az állapoton segíteni, lassan-lassan odáig juthatnak, hogy belehalnak, vagy pedig megbolondulnak. Eddig az idézet. Teréz tehát sokkal erélyesebben fejezi ki magát, hogy árt a lelki és testi egészségnek, halál vagy őrület lehet a következménye a folytonos autohipnotikus állapotnak. Ezért Teréz ugyanitt, ugyanebben a művében kimondja az alapelvet, idézek megint: mindazt gyanúsnak kell tartanunk, ami annyira rabul ejt bennünket, hogy az értelmünk is elhomályosodik tőle. Ennyi az idézet. Nagyon világosan mondja ugyanazt, amit én is folyton hajtogatok, az értelmet Isten ajándékozta nekünk, Istennek joga van fölfüggeszteni az értelem működését, olyankor is csak a diskurzív gondolkodás áll le, az értelem egy helyben van, de voltaképpen működik, és befogadja Istent. De
nekünk magunknak nincs jogunk lemondani a kritikus ellenőrző következtető értelem működéséről. És ezt nem kizárólag Avilai Szent Teréz mondja. Ez olyan veszély, amellyel a misztikában mindig is számolni kellett. Van egy misztikus mű, amelynek nem ismerjük a szerzőjét, a 14. század második feléből Angliából származik, az a címe, hogy a nem ismerés felhője. Ez beszél arról a lélekről, aki önhatalmulag akar elváltozott tudatállapotba helyezkedni. Idézek most a nem ismerés felhőjéből. Gőgösen és merészen túl hamar elhagyja az alázatos imát és a lelki önfegyelmet, és belefog, ahogyan ő elképzeli, a szemlélődés művébe. Ha ezt valóban így folytatja tovább, akkor munkája nem lesz sem emberi, sem isteni, inkább természetellenesnek mondanám, hiszen a sátán ösztönzi és irányítja. Mindez egyenes úton vezet el a test és a lélek halálához. Olyan eltévejedés, amely őrületbe kergeti az embert. Ők azonban ezt nem fogják fel, s bolondul azt hiszik, valóban Istent birtokolják. Itt záródik az idézet. Ez a szerző tehát nagyon világosan beszél, ez az autohipnózis a sátán műve, sátán ösztönzés irányítja. Nagyon világosan le kell szögeznünk, hogy itt szellemi veszélyről van szó, nem csupán egészségügyi vagy pszichikai veszélyről. Nem emberi, mondja a szerző, inkább természetellenes, a sátán ösztönzi és irányítja. Nem mintha az alapvető jó szándék hiányozna. Az imádkozó tulajdonképpen Istent keresi, de eltéved, mert az élmény többet jelent számára, mint Isten maga. A hazugság atya itt belép, és átveszi az irányítást. Vagyis nem egyszerűen csak egy műhiba történik. Az autohipnózis útja démonizált. Már láttuk miért. Mihelyt mesterséges úton elváltozott tudatállapotot hozunk létre, történjék az kábítószerekkel vagy autohipnotikus technikákkal, a leselkedő ellenséges szellemi hatalmak, amelyek ott vannak mindenütt, lecsapnak ránk, és fokozatosan befolyást kezdenek gyakorolni a lélek fölött. És itt jutottunk el, barátaim, arra a pontra, amikor szabatosan véleményt formálhatunk Enomia Lassalle atya elméletéről. Ő ugyanis, mint láttuk, nem esik bele abba a hibába, hogy a szatorita megvilágosodást összetéveszteni a belénk öntött természet fölötti szemlélődéssel, ezt a csapdáját a sátánnak szerencsésen elkerüli. Beleesik azonban egy másik finomabb csapdába, a szatorit alkalmas természetes előkészületnek véli a későbbi misztikus élményhez. Hát ezt szeretném elmondani, hogy ez is tévedés. Mint az angol misztikus író mondja, munkája nem lesz sem emberi, sem isteni, inkább természetellenesnek mondanám, hiszen a sátán ösztönzi és irányítja. Igenis, aki mesterségesen akarja elváltoztatni tudatállapotát, hogy magasabb rendű ima élményhez jusson, a numinózum manipulációjának útjára lép, ez pedig a mágia útja. Az értelmi kontroll szándékos föladása bűn. Mindaz, amit a hiteles misztikusok, köztük többek között Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz nagy kortársa, az összeszedettségről, szellemi képességeink elpihentetéséről, begyűjtéséről mondanak, nem elváltozott tudatállapotra értendő, csusztatás, ha arra értjük, hanem egy olyan békés megnyugvásra vonatkozik, amelyben az értelem nem handabandázik,
de nincs is szám kivetve. Nem működik magas fordulatszámon, de bármikor közbe tud lépni, nem kerül gátlás alá. Istennek joga van gátlás alá helyezni, nekünk nincs. Keresztes Szent Jánossal kapcsolatban még egy szót kell szólnunk a semmiről, arról a negatív spirituális teológiáról, amelyet olyan félelmetes mélységben kidolgozott a Kármelhegy útja és a lélek sötét éjszakája című műveiben. Vannak szerzők, akik azt állítják, hogy János útja különbözik Avilai Szent Teréz útjától, és az ő misztikus éjszakája megfelel a zen semmiének. Ez azonban nem így van. Keresztelő Szent János szereti szélsőségesen kifejezni magát, például azt mondja, hogy ne igyekezzünk semmit megtartani emlékezetünkben. De azért gondolom, ő is úgy tette le a vizsgáit, hogy igyekezett az anyagot megtartani emlékezetében. Az ő semmije nem a koanok nonszensze, hanem a teremtmények semmisége, a teremtményekhez való ragaszkodás radikális tagadása. Nem más tanít, mint Teréz, más aspektusát fejti ki a misztikának, hiszen amikor ő írt a kármelita körökben, Teréz művei már meglehetősen ismertek voltak. Chesterton egyik novellájában egy hindu bölcset megkérdeznek, mit akar egy bizonyos ablaknál. Nem akarok semmit, mondja. Majd még kétszer megismétli, de ez angolul így van, I want nothing. Mivel az angolban nincs kettős tagadás, ezt úgy is le lehet fordítani, a semmit akarom. Father Brown ezt a megjegyzést teszi rá, a keresztény szerényebb. A keresztény akar valamit. Nos, igen, ez így van. A keresztény nem a semmit akarja. Akar valamit. Tudja, hogy nem elég önmagának. A keresztény Istent akarja. Azért nem akar ragaszkodni a teremtményekhez, mert azok Istenhez képest semmik. Üres kezét emeli az égre, mert tudja, hogy teljesen Isten kegyelmétől függ. A manipulatív közeledés a numinózumhoz a mágia útja. A keresztény imádság két szabadság találkozása, Isten határtalan szabadságának találkozása az ember határolt szabadságával. Nem manipuláció eredménye, hanem mindig ajándék.